Na, zoomoljunk rá. Hogy tetszett fej... a Resident evil ne. <laughs> száll... <laughs> Beszéljünk a Resident Evil-ra. Hallgatlak. Miért? Engem? Igen, kezd bele, és a akkor, akkor én majd hozzáteszem, amit kell. <laughs> Te a hetet uh, VR-ban játszottad, ugye? Igen, játszottam, de ez, csak ez, ez, ez lényegtelen. Ez lényegtelen. A, az talán egy jó kiinduló pont, hogy én nekem a hetedik rész mocskosul tetszett. Sőt, itt messze mentem. Az, hogy a legjobb VR játéknak neveztem, ami létezik, ez azóta se változott. Mm. Um, és mint horror játék egyébként nekem nekem nagyon erős volt a Resident Evil 7, illetve úgy azt nem szabad szóval elfelejteni, hogy az első ilyen FPS, tehát a perspektívaváltás mm. uh, 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 és maga az, hogy mennyire megmutatta a, a Resident Evil, hogy kurvára működik FPS-ként. Igen. Egyébként. Ez egy merészváltás volt. Egy nagyon merészváltás volt, egy legendás game franchise-tól, aki soha nem próbálkozott még ezzel. idézője. A God of a váltásához tudnám egyébként igen. hasonlítani. Igen, 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 igen. Ami, ami egyébként tehát nekem a, tehát a God of szerintem szükséges is volt a váltás, és majdnem biztos vagyok benne, hogy a Resident Evil-nél is szükséges volt ez a váltás. A God of a 2000-es évek button masher, hack and slash stílusa kevés lett volna a mai világnak, ezért csináltak belőle egy komplexebb, érettebb dolgot, ami tökéletesen sikerült. A Resident Evil-nél is hasonlóan éreztem ezt a váltást, hogy hogy elképesztően jól ment át FPS-be. Tehát a Resident Evil 7 közepén már úgy gondoltad, hogy miért nem mindegyik FPS volt? Uh, igen, viszont a, a Resident Evil 7-nél ez a, vált, a, a God of war a váltása azt inkább, ahogy mondod, azt mechanikailag éreztem igen. egy fontos váltásnak. Igen, igen. Itt a hétnél nagyon fontosnak éreztem, amikor még nem játszottam a, a következő résszel, hogy a, a sztori és a, a hangulat szempontjából volt fontos ez a váltás, hogy kaptunk egy új karaktert, akinek a sztoria nem egy rendőrség, vagy egy vírus, vagy ilyesmi Pontosan. köré épül, hanem egy személyes történetet Pontosan. kaptunk, egy ismeretlen, arctalan főhőstől, aki nem rendőr, nem kommandós, nem dedikált, született baszógép, hanem elméletileg egy átlagember És ahogy tökéletesen mondod, a perspektíva azzal, hogy belső nézetes lett, egy sokkal klaustrofóbikusabb, és egyébként a horror zsáner alá sokkal jobban pakoló perspektíva lett, eszméletlenül jól csinálták. Igen. Na most a hetedik rész után ugye kaptuk a village -et. Nem tudom, mivel érdemes kezdeni a dolgot. Én azt gondolom, hogy, hogy talán amiben biztos, hogy egyet értünk, az Engine szerintem állat. Ó, nagyon tehát, jó. Tehát kegyetlen jól néz ki szerintem. PC-n pc, játszottam. PC játszottam. Én PlayStation-on, csak hogy legyen meg. Mindegy. Mindegy. Az a lényeg, PlayStation hogy playstation is kurva jól nézett ki. Mert hogy van uh, graphical option a PlayStation-on. És ugye a játék megjelenése előtt kiadtak egy ilyen Cheated, hogy mire számíthatsz a különböző platformokon a különböző beállítások mellett. Igen. És ott az volt, hogy Playstation 5-ön, hogyha fidelity mód, nem igen, tudom igen, milyen igen, valami szokták lenni, lenni, akkor 4K 45 fps-t írtak. Igen. Hogyha performance akkor még 4K 60 fps-t írtak. Na most ez nem igaz. A játék legnagyobb részében quality módban is 60 fps. Nagyon durva. Egy-két helyen, főleg a vizes résznél, mm. a harmadik boss környékén. Igen, mert ott kevésbé sztetik a környezet. Igen, ott leesik, de egyébként 60 fps. Igen, nagyon És sokan mondták, nagyon... hogy integrált kártyán, ilyen, ilyen papírnehezék laptopon Aha. is megy a játék. Ez főleg úgy, le, tehát úgy van megcsinálva, hogy ugye a landscape, tehát amikor látod az egész környezetet, vagy a falut kívülről, mm. vagy ilyesmi, a legtöbb része sztetik. Igen. Tehát nem tudsz interaktálni, Igen. úgymond az adókkal, a ami a játék klaustrofóbikus uh, horror, uh, horrorja miatt gyakorlatilag nem jön elő, nem, 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 nem nincs problémád vele, hogy nem tudsz szétütni a vázát. Viszont szebb a gé. Igen, és nagyon érdekes, hogy nem csak grafikai szempontból nagyon-nagyon elválik a játék, amikor open környezetben vagy, és amikor nem Igen. open környezetben Igen. vagy. Hogy Nagyon-nagyon furcsa ez a, ez a kettősség, hogy, és érdekes, hogy ebben, ezt a, ebben a játékban ezt meglépték. Gyakorlatilag egy másik játékkel alakul kicsit a, a, a villigen belül ez a Resident Evil, amikor a faluban vagy, és amikor, amikor nem a faluban vagy. Igen. Teljesen más a hangulat, és teljesen más Teljesen más pozitív oldala van a játéknak, amikor, amikor kim vagy a faluban. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy szerintem a Resident Evil Village az egy baromi jó akció kalandjáték lett uh -huh. abból a szempontból, ahogy a falu fel van építve, ahogy ott fel tudod kutatni a különböző trezseröket, ahogy Igen. megjelennek random ilyen erősebben emi, amik korábban Igen. nem voltak a ott, amikor Igen. dinamikus kriptákban egyszer csak előjönnek enemik, amik eddig nem voltak ott, meg malacok is előjönnek, meg csirkék is. Aminek van nem értelme? Így van. É, hogy van értelme, hogy ezeket a cuccokat össze lehet gyűjteni, hogy utána meg tud főzni ezeket az alapanyagokat. Annyira jó, és annyira érveztem, pedig annyira szimpla mechanikák, de annyira jó megcsinálták őket, hogy, hogy tényleg nehéz rosszat mondani a játékra, mert a játékelemek, amik benne vannak, azok jók. Mind a mellett, hogy a grafikáról beszéltünk, hogy zseniális, az engine remekül itt a hangok, Rohat Rohadt jó, is. Itt, itt Szeretném megjegyezni, csak tényleg kis zárójában, hogy az animációk szerintem iszonyatosan jók lettek, főleg, hogyha megnézitek azt, ilyen apróságok, tudjátok, hogy például, hogy rillódalt itt a hetedik részben, mm -hmm. és hogy most már úgy tölti újra a pisztolyt, hogy a tára kezében marad, a Aha. másik is, tehát egy ügyesebb lett, ezek az apróságokra oda lett figyelve, hogy ugye... Simába ő is, ő is beleszokott ebbe a lövöldözzünk dologba. Hát meg egyébként volt egy elejtett félmondat a játék elején, hogy kapott, ugye, tréninget. Igen. igen, 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 ez is, ez is tök király volt. <laughs> Öm, és akkor van a játéknak a másik része, amikor meg gyakorlatilag nagyon érdekesen ötvöztek nagyon sok mindent. Ugye az első rész a kastélyban, az gyakorlatilag ilyen rezi kettő vibokat idéz, igen, hogy igen. ugye a drága mémnéni akiről szintén beszéltünk külön, ugye jön utánad, és hogy egy ilyen kastélyban kell akár backtrackelni, összegyűjteni a dolgokat, hogy unlockolj minden, Aztán utána van az azt követő rész, amiről szintén beszéltünk külön, mert az a babaház, ami meg abszolút a hétnek ezt az elképesztő, creepy igen, vibe igen, 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 igen adja. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy ennyi mindent összemixeltek ebbe a játékba. Kicsit talán szerintem túl sok mindent is összemixeltek. Mm, és eleve az a kijelentés, amiből szintén voltak headline -ok, hogy nem akarták annyira félelmetesre venni ezt a játékot. Célzottam, mert kaptak olyan visszajelzéseket, hogy a hét az uh, túlságosan félelmetes volt egy uh, egy messzív, egy, egy nagy közönségnek. A, az, nem hogy tudom, túlságos, ezt -e? az Igen, olvastam. Az, hogy túlságosan félelmetes lett-e, azt nem tudom, de az tény, hogy sokat beszéltünk is arról, hogy a hetedik rész Mindenki számára értelmezhető félelmeket vitt nagyon-nagyon messzire. Igen. A bogaraktól való félelem, Szellemek, csúnya dolgok, szörnyek. Itt célzottan, Igen. ettől fosolj, ne szebazd meg, itt van, mederrel, kapd be. Tehát ezt a részét értem. Ez a magyarázat szerintem egy nagy borsit, úgy, ahogy van, nem is érdekel. Uh -huh. Nekem az, hogy ez a rész nem lett annyira félelmetes, mint az előző, az nekem nem baj. Engem nem zavar. Azért nem zavar, mert más, mint az előző, és jó. Ez egyéni preferencia igen, kérdése igazából. De nem lett, de, de az tény, hogy nem olyan félelmetes. Az igen, tény. így van. Ez. És az, hogy kinek melyik jön be jobban, erről nem tudunk vitatkozni, mert nem lehet elmondani. Ez nem egy ez egy ízlés jobb, kérdése, igen. Egyik jobb, mint a másik. Más lett. Én sajnálom, hogy más lett, mm. de emiatt nem tudom a játékot megfedni, hogy ettől rosszabb lenne ez a játék. Én nagyon élveztem, hogy hogy tényleg egy ilyen misztikus, atmoszférikus gór horror volt a hét. Uh -huh. Ez nem az lett, ennek de, megvannak de, 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 de a másik. De jó, hogy más. Tehát Azért az jó, hogy más. Változtatni kell. Én, uh -huh. ha már elkezdtük ezt a vonalat ugyanazzal a főhőssel, ugyanabban a perspektívában, én végigvittem volna uh -huh. ugyanabban a stílusban. Értem. Ez jogos. Um, és engem, és akkor térjünk rá erre, hogy nekem mi a problémám a játékkal, mert mindaz, amit elmondtunk, zseniális. Tehát Igen. élveztem a horrort, a gyűjtögetést, a változatos settinget, mindent, viszont borzasztóan kirántott többször is a játékból. Még egyszer mondom, nagyon tetszett a játék, Igen. de éreztem Én magam, van, de hogy, hogy kiránt az egészből az, hogy ahogy mondtam, nekem nagyon sokat számított az, hogy belső nézet, új főhős, nem katona, egy személyes történet elkezdődött ezzel az egész barátnő ö, mia mi a dologgal, Igen. és ezt folytattuk a nyolcban, aztán kirántott az élményből az, hogy ja, ez amúgy a Resident Evil, tehát itt van felépítve 25 évnyi franchise tehát várjál T-vírus, Umbrella, ö, Chris, katonák, helikopterek, ö, hát akkor rakjunk be egy gépfegyvert, akkor rakjunk be egy bombázó helikoptert a végére, meg akkor legyen benne egy tank, és akkor úgy a vég... <laughs> hogy én sokkal jobban örültem volna, de ez egy személyes preferencia, ha megmaradunk Ethan Wintersnek a történeténél, és ezt így elmesélik nekünk, és lehetett volna a játék a Village 1, meg a Village 2. Nekem ez, de ez, ilyen egyéni dolog. Uh -huh. Például, amikor a játék végén van az a bizonyos 15 perces szekvencia. Igen, a, az a Nem, nem, nem. Amikor, ja, nem, amikor, nem. amikor Chris Figyelj, színre lép. Spoileres beszélgetések ezek mind. Igen, amikor chris kell kell lenni. Akkor ott voltam, hogy első perc, yes! Ez az, ha aztán úgy voltam, hogy á, amúgy nem állt tehát hogy most ez minek kell ebben? Nem, nem volt túl hosszú. Engem az Igen, benne, hogy nem volt a túl hosszú. Is, amikor... Figyelj, amúgy tény, hogy így ilyen... Jó. És eddig mi a fasz csinálták, Krisz? Amúgy csak kérdezem. Tehát, hogyha ennyi, ennyi is kuló van nálatok, akkor a faszért kell nekem végig szenvedni magam. Jöttél volna szállálni mindenkit velem. Ez jogos. Öm. És az is teljesen jogos, azt is mondták, mert a nézőkkel is próbáltam erről beszélgetni, hogy én tökre, én a Resident Evil 1, 2, 3, 4-et nagyon szerettem, az 5-6 hát az ki is maradt, hála Istennek. Öm. De hogy nek, én értem, hogy ö, legendás karakterek, Chris, vagy akár korábról a Lion. De én nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy ők kellettek egyébként ebbe a sztoriba. Nyilván egy hatalmas nagy élményrezi fanoknak, azért mondom, hogy elhiszem meg egyéni preferencia kérdés, hogy belettek ebbe kötve. És a sztoriban is nagyon jól össze lett kötve ez a mold, a tévírussal, hogy a Mother Miranda hogyan kapcsolódik az Umbrella Corp alapítójához. Nekem, Ezek nekem az voltak azok a részek, amik tetszettek, de úgy nem kellett volna. Annyira tényleg a végére egészen megható lett ez a történet, Igen. ami erről a családról szól, és valószínűleg ugye hát valamilyen formában ezt is fogják folytatni, majd meglátjuk, hogy hogy. Igen. Um, hogy én ezt, ezt simán jobbnak éreztem. Egy tipikus pillanata volt a játéknak, amikor ugye, spoiler, de már mondtuk, amikor Ethan ugye elveszti a szívét, uh -huh. azt hiszed, hogy it's over, man, és akkor jön a chris rész, én azt az egészet kihagytam volna, utána jöhetett volna az álomszekvencia, szekvencia, nel a kislánya, hogy, hogy, hogy reveal, hogy mi történt vele. Az a reveal az elég nagy reveal volt, az a hát hogy így. Az én is. Tehát What? Jézusom. Meg azt jól csinálták. Nagyon-nagyon jó volt, és nem kellett volna a és Megvan a reveal, és utána fölkelsz, és mész, és mindent elkövetsz azért, hogy megmensd a lányod, és potyogtak volna a könnyeim a végén, de í így is hatott rám a játék. Hatott, persze, de értem, mit Meg Igen, jön a BSC, a, a, meg azok is zombikat küldenek, meg ám, nem, nekem tök jó volt. Panaszkodom. Így, így, de me engem így is... ment bele a Resident Evil Igen. lore. Igen. Én abban egyetértek, hogy hogy a Kriszes rész kicsit megtörte a dolgokat, mert nekem meg, tudod, a, a, ez a tipikus Resident Evil cucc, az annyira jól volt nekem betéve, hogy ugye Aha. az epikus Heisenberg boss fight amikor egy úrist elegyőztem beszarás, és utána azonnal. Ugye utána jön a kacsi. Igen. És így ez ilyen. Ez nagyon jól működött benne, nekem és utána nem. nekem, nekem az működött. Nekem utána a Kriszes volt egy megtörés. Nekem már az sem működött, mert eleve az egy fura döntés volt, de ez meg nyilván, akik mondjuk értenek szakmailag a történetmeséléshez, biztos tudják, hogy, hogy ezt miért így írják meg. De hogy számomra egy olyan halál, ami azután történik, hogy ordít egy tankkal lősz, meg annyira szürális az egész, hogy utána nehezen tudok érzelmileg átváltani egy. Egy egyszerű drámába, hogy van valaki, aki küzd a családjáért, és nem sikerül neki. Tehát előtte ordítoztam, hogy repülök egy tankal. Hogy csak át utána abba, öt perc, vagy három percen belül, hogy bassz. De ez a hullámvasút, érted? Igen, nekem kicsit így annyira abszurd volt, hogy sok volt. Tehát Nekem egy kicsit visszafogottabb íven, ez egy gyönyörű történet lett. Így is az volt, de egy még gyönyörűbb történet lett volna arról, hogy egy ember, mint kiderül, hogyan veszíti el már eleve a saját. Életét, de még így is megpróbál megtenni mindent azokért, akit szeret, Igen. és mégis ezt egy ilyen undorító gore horror misztikbe csomagolva, de aki Resident Evil franchise rajongó, egyébként én is annak tartom magam, nyilván megértem, hogy tökre örül, hogy nagyon ügyesen beleszőtték egyébként az összes ilyen átívelő szálat, csak nekem úgy nem hiányzott amúgy, Aha. hogy ez így benne legyen. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy, hogy amúgy totál értem, amit mondasz, mert mint de jogos végül is. Mm -hmm. engem, engem, az az éges, hogy, látom én is benne ezeket a dolgokat, csak összességében engem nem zavart annyira. Mm -hmm. Tudod? Tehát én is látom de azt, amúgy annyira hogy a... engem sem, mert az a baj, hogy annyira jó, tehát nem tudom azt mondani, hogy á, most ettől rossz. Nem rossz, hát így rohadt jó játékról beszélünk. Igen. Csak így valahogy úgy nem, hogy szerintem még jobb lehetett volna. Tehát nekem az azért is, ami még szuperebb lehetett volna, de valószínűleg lehet, hogy csak én annyira az érzelmi hatására megyek rá a történetnek, hogy ez nekem így, így kijön. Igen. Ha, érted, hogy mit mondok, hogy lehet, hogy nekem ez így beakadt, hogy nekem ez fontosabb lett volna. Miközben valójában így jobban kiegészíti a Resident Evil lord meg az egészet, hiszen egy csomó mindent helyre tesz a dolog. Tehát... Igen. Meg mondom, a hullámvasút része annak, tudod, hogy, hogy így egy olyan epik részről, minden, mm. hát miért a kezdés, mekkora sok? Ja. Hát az sok. mi? Hogy ugye ott hagyott a hét azzal, és kezd azzal, hogy na jó, itt vagytok, és megmenekültek, és így... Hát én ott ültem, hogy ne basszatok már kivel, mi a fasz, és ennyire durván, és mi van? És Krisz akkor a fasz, hogy nem mondja el de miért nem? Mondj már valamit! De nem mond, mert japán játék, érted? Azért, mert nem mond, mert ilyen az anime is, érted? Hogy ott van, érted? Ott van a gyilkos kés, amivel lemészárolta a családot mellette, nem tudom, ki tette. Tehát igazi, igazi, na mindig, igazi, igazi japán gép, de nem mond semmit, de nagy sokkokkal megy a játék. Ilyen, próbál sokkolni folyamatosan a játék. Próbál az elejével sokkolni, próbál az, az hogy leharapják az ujjad sokkolni. Próbáld mi az, amikor levágja a kezét, az meg izé. Uh, Dimitrescu, hát akkor átröhögtem, mondom, ilyen nincs, hogy ott marad a kapcsolón. Óriási is Igen, Óriási nagyon zikorod. Jó zikorod. Az is nagyon-nagyon tetszett. Szóval sokkal a játék folyamatosan. De hogy mennyire jó, tehát, hogy mennyire jó, hogy valószínűleg mindenki izélt azon, hogy az első játékban is mik történnek vele, Igen. meg a másodikban is, és hogy mi az Isten, hogy a fenébe éli ezt túl, és, és annyira jó helyre rakták. És gyönyörűen megmagyarázzák a végén, hogy a zöld lötymő miért tesz Igen. mindent helyre, és hogy miért van az, hogy senki más nem tud így helyre rakni, Igen. Csak, csak, téged, és megmagyarázzák, és ez nagyon hogy tetszett. miért. Így van. Úgyhogy, úgyhogy erre is kaptam magyarázatot, hogy miért tudja visszatenni a kezét, stb. Um, a, az, az, egész, uh, ahogy fel volt bontva a játék, ugye láttam, hogy sokan panaszkodtak, mert ugye itt is, tehát úgy kezelik a, a Resident Evil Village-et is sokan, mint a matrix mert azt hiszik, hogy a Matrix 3 különböző film, és azt hiszik, hogy Resident Evil 8, az boss fight önként egy külön játék, nem Na. így van. Um, hogy mondják, hogy a Dimitrescu a Kostély volt a legerősebb. Nagyon jó volt a Dimitrescu kastély. Már hogy azt tetszett nekik a legjobban. Igen, és hogy a többi mennyivel gyengébb volt ahhoz képest. Hát azért én a Heisenberg gyárat se gondolom semminek, mert ez is egy kibaszott labirintus volt egyébként. De beszéltünk erről, mert egyébként ugye itt a Dimitrescu kastély kapcsán mondjuk beszéltünk arról, hogy, hogy milyen érdekes jelenség az, hogy ugye amikor a játékot rivilelték először, akkor ugye megmutatták a nagysegű nagymellű nénit. Igen. És hát az internet egy fura hely, ezt tudjuk. Én ezt amúgy mai napig nem értem. Tehát, hogy hogy akar... Tehát, hogy hogy veri... De Én értem. Mit? hogy hogy lesz waifu, az mondjuk két méter hetven magas gigacsocsi mit csinálsz vele, vagy én nem értem. Hát nem tudom, de hogy nekem még nem volt dolgom a magánéletemben egy három méteres jánya, amúgy biztos, hogy érdekes lehet. De balás? Balás? Na balás! itt Balázs, az Balázs gyere! A, Itt ez a fejhallgató, baszki. Tehát biztos vagyok benne, hogy még ezt sem próbáltad megdugni, de simán végignézem, hogy megpróbálod. Hogy így, jó, ez, ez, az, ez a szabonli stream. Le. De nem, én amúgy értem, nyilván, én viccelődtem vele, mert hát miért. Jó, Tehát azt értem felül... én is, hogy vannak perverz emberek. De hogy hogy é. lett ebből mém? Nekem, tetsz, na jó. Az a baj, hogy, hogy érted, hogy az interneten nem csak abból lesz mi, van, amit meg kell dugni. Szerintem gyúk sokkal királyabb karakter volt. Nekem jó, ő az abszolút. Ja kedvenc. persze, az zseniális. A szövegei eszméletlenek, bazeg. De arra akarom kivezetni, bocsánat, mielőtt tovább rá, mert egyébként nekem is ő volt a, a, az egyik kedvencem. Nem, akkor hogy ugye lett ebből egy mém az első Igen. reveal után, és a fejlesztők okosan erre felültek, és az Igen. összes többi trélerben, meg elemzésben mindenről, mindenben róla volt szó, miközben valójában ő ugye a játék első bosszak, itt az első kettő óra után gyakorlatilag nem látsz soha többet. Igen, olyan, mint tehát úgy, úgy, úgy csinálták, hogy úgy állították be, mintha olyan lenne, mint Nemesis vagy ö, akár Mr. X, Igen. holott olyan volt, mint a Baker csábú, Igen. hogy az első szekcióban ő volt a jövök után a folyosón ember. Igen, és nem tudom, hogy erről mit gondoljak, kicsit az, hogy <laughs> na most, aki erre reszelte hat hónapon keresztül, most látod, így jártál, hogy hülye vagy, nem tudok haragudni emiatt a fejlesztőkre, egy okos döntés volt. Hogy hát felültek szerintem, a mém gyárban, Szerintem igen. nem ez volt a tervük, hogy csak dimitrescu uh, kut mutatják meg, például a bosszok, vagy hogy ennyire ő lesz a fókusz a tíz Fé, a fókus... Szerintem én igazodtak ahhoz, hogy látták, hogy az interneten mindenki erre a néni. Meg király volt, hogy nem kell, elég volt a nézőknek, nem kell lelőni a többit. Igen, Pedig amúgy uh, szerintem Heisenberg is egy nagyon karizmatikus uh, gonosz karakter. Itt most nem arra gondolok, hogy a boss fight milyen lett vele, hanem, hanem a karakterre, a, a beszélgetésekre. Még jobban szerettem, mint a gyúkot. ot Ilyen uh, Nicolas Cage vibe volt igen, 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 igen. Well! well Nagyon tetszett Heisenberg. Nekem, nekem, nekem mondom, nekem gyúk volt a kedvenc karakterem. Uh -huh. Annyira király, amikor tudod így, egy játék el tudja érni azt, hogy ez a háb érzés, tudod, hogy a csávó, akinél vásárolni lehet, Aha. és ott van nála az írógép, ahol menteni lehet. És <laughs> Igen. amikor egy game nem bénál, hanem zseniálisan megcsinálja karaktert úgy, hogy amikor meglátod a kövér akkor így, vége, itt vagy, bassz, azt a kurva. és így mész, hogy mondjad, mondjad, mi a helyzet? <laughs> és így, ugye van nálad új fejlesztés, így, örülöd, hogy örülsz, hogy látod. Ja. És így, nem tudom, szerintem kurva, aki lett találva a formátum, jó. Mondom, nekem a, a játéknak egyébként a felépítése tetszett. Tehát ez a... elmész az egyik helyre, visszajössz, mész a következőre, és az is tetszett, hogy, hogy teljesen más horror elemeket használt egyébként. Igen, mindig különböző Igen. volt. A, figyelj, a Beneviento ház volt szerintem azt a legfélelmetesebb része a játéknak. A, nekem, mi a nekem. Ez a gyereksírós téma, ez így, fú, az meg nagyon be voltam szarva. És egyben, ezért és mondom azt, hogy nagyon sokan köpködték, hogy az idézőjeles boss fight a Benevientó házban egy vicc. Mert gyakorlatilag egy De babát megtalálsz a, a földön. Persze, hogy nem. Itt egy egészen mást akart mutatni így mindegyik van. gonosz. És ott például az a legfélelmetesebb rész, és szerintem az a bábos puzzle volt az egyik legokosabb ilyen puzzle. Aha. Mert amúgy a Pázoljak nem voltak annyira bonyolultak szerintem ebben a játékban. Lehettek volna bonyolultabbak is, de például ott az, a, hogy szét kellett szedni a babát, és minden ja. része máshová vitt, szerintem az tök okos volt. És ugye megcsináltad, hogy bementél a házba, azonnal elvették az összes fegyveret. Igen. Tehát már biztos, már biztos voltál benne, hogy szopatni fognak, mint az állat, Igen. és hogy gondolkozni kell. Nekem bejött az a rész. Nagyon tetszett nekem is. Nekem szerencsém voltam úgy, nem tudom, már nem néztem még meg a, a gameplay-ednél azt a részt, hogy te hogy reagáltál. Az volt a szerencsém, hogy mikor lementem oda, akkor láttam, hogy itt van egy szekrény, amiben lehet bújni. Igen. Azt láttam, ha ide is el lehet bújni, több szekrény van, el lehet bújni. Itt baj lesz. Igen, én, 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 is, én is, azt mondtam, 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 hogy, én is az azt mondtam, hogy a szekrény. A kell elbújni, <laughs> az hagyják. Igen. Én az ágyalá bújtam, amúgy csak mondom. Igen, utána a második. Én elbújtam az elején a szekrénybe, aztán rájöttem, hogy ez innen nem megy sehova. Tehát itt nem érek semmit, hogy ide bújtam, úgyhogy tovább kellett menni az ágyalá. volt, nekem írták a nézők a stream közben, utána, hogy na mi volt a véleményed, mert Pisti ettől nagyon kiakadt megrázó állom, volt. Érthető módon, hogy de igen, nekem a... azt írták, hogy nagyon megrázó volt. És akkor mondtam, hogy az volt a legfélelmetesebb rész. Nekem valahogy kevés, nekem a megrázó szó annyira nem, mert hogy annyira, nem karikatúra volt, de hogy a, szóval annyira nem volt valóságos igen, úgy, igen, maga a szörny, hogy így el tudtam tőle vonatkoztatni, de a hang az, amikor fekszel az ágy alatt és bejön, és, és na az üve. a rész, az borzasztó volt, az tényleg megrázó me, volt. Meg egyébként nekem az egész game. Hmm. Tehát ez a, a, a tudod, Igen, az elején az, viszed a kislányt, az az nagyon a rossz darabokba van. meg összerakni, így az egésztől ilyen, ó, oh, nekem ez most telibe talált, hogy nem jó. Igen, de... de ebben nem menjünk bele, de az elmúlt egy évben egészen másképp vizsgálom már a filmeket, meg a játékokat Igen. is erre rá kell törnöm, hogy Régen, amit nevettem, vagy amit nem találtam e, zavarónak, az most már egészen más dolgokat tud kiváltani az emberből. Igen. Érdekes, érdekes egyébként. Neked melyik szekció tetszett a legkevésbé, ha nem ha kiveszünk a Kriszes részt? Aha. Érdekes. Én a, kicsit a, a harmadik boss körüli részt olyan súlytalannak éreztem Igen. talán. nekem is az volt a bajom vele, hogy hogy az nem volt kellően más, mint a többi. A Benevientohás szerintem teljesen más volt. Igen. És ott, ott én is úgy éreztem, hogy így mm, jó, M nem mert volt hogyha... rossz. Ha arra gondolok, hogy mondjuk a játéknak a, a kastély része az nagyon haj az a kettőre, erre a, erre a felfedezős dologra, meg hogy folyamatosan egy gonosz, aki üldöz, akkor a, a második ház nagyon hasonlított a hétre, erre Igen. az abszolút félelmetes, borzasztó uh, horrorra, gorra. Um, nekem, a, az... nekem, a, Heisenberg az ilyen Silent Hill, igen, Evil Within, igen. ilyen elborult, az evil within, az egy biomechanikus jobb. genyó. Igen. Az, ar, nekem az volt az, igen. És a harmadik az, az meg ilyen a kettő között volt. Egy, át, hogy egy kicsi gór az az undorító csókával, de valójában meg vicces volt az a karakter. Tehát, hogy... Igen, kicsit vicces, ott mint egy ilyen kis szefos, hogy ó, igen, Hát eleve, hogy volt az az a rész, mikor bementél oda, bazd meg, és akkor tudod, egyből ott volt a cucc, ami kell. Azt az <laughs> meg, hogy jövj, 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 meg, meg <laughs> Igen, de, de az a része a játéknak, meg abból a szempontból volt jó, hogy, hogy kreatív volt ott a mászkálás a tetőn, aztán, hogy leengeded a vizet, hogy amúgy látványos. Látványosnak látványos volt, meg tetszett is, nem arról volt szó, csak talán az volt nekem is a leg. Igen. A leggyengébb része a dolognak. Ezzel együtt, ha már negatívumot kell mondani, egyébként mondom, én imádtam a játékot, ez nagyon mm, kérdés. Én nekem az volt. Egy kicsit. Én kontrollere játszottam több okból is, de most nem ez a lényeg. Tréningezem magam egy ideje már a kontroller FPS játszással, mert nagyon idegesít, hogy amikor muszáj csinálni, akkor kurva szar. Úgyhogy én inkább inkább balfaszkodok ezekben a játékokban, igen. mert egy Resident Evil gém ugye nem ebből áll. Hát nem. Mindegy. És pontosan erről akartam beszélni, hogy... Tudom, fájó ezt mondani, nem a krisztes rész. Az, az ugye eleve ilyen az full má, igen. lövölde, de ott legalább tele voltál. Mm. Volt ott a vége felé nekem a, a Resident evil hogyha emlékszel rá, van egy olyan szekció, amikor, hát ha jól értelmeztem ott a sztorit, az farkas embereknek ott a, azon a helyén vagy, ahol éppen ott nagyon sokan igen, vannak. Igen, és igen. egy nagyobb aréna, ahol geci sokan vannak. Igen. És igen, gyakorlatilag shooter game lesz belőle. Az nekem nem... Nem. nekem az a rész nem jött be. Tehát ez a jó van már, még, még hányan mi? vagytok a faszamat, meg az inventory hogy... Ah, még van egy dinamitom. És de nem volt bennem az, az Úristen, meg fogok halni, hanem ez a mit akarsz még tőlem, bazd meg, tudod, ez az Ez érdekes lehet azoknak, akik esetleg nem nézték valamelyik önk végigjátszását, ezek után, hogy amit mondasz, visszapörgetni, megnézd téged, meg engem is. Igen. Szerintem ugyanilyeneket mondtam én is ott. De mondom, miért egyébként nézzétek vissza a vodokat, bele, hogy így nem az, hogy féltem, persze nyilván volt izé, egy-két hely, amikor megijedtem, de hogy az, hogy még jöttök, és akkor elkezdtem szerintem hangosan gondolkodni a rásba, hogy lehet, hogy itt tovább kellett volna simán. Igen, eset, vagy hogy valamit elnám, rosszul csak csinálok, csak igen, ügyen, mert, mert ugye volt olyan rész az elején, ha emlékszel, hogy így. Előttem mindenem, minden és, és mondom, én... ezért hogy kiderült, hogy script ezért lőttem el mindenemet? Igen, és én is azt hittem. És ez a kritika érte egyébként ezt a Resident Evil játékot, hogy sok helyen nagyon súter, mint, sem horror, ami nem feltétlenül baj, de az, az a rész specifikusan az ott nekem, nekem, sok volt. Így. Tehát én jobban élveztem, tudod, ezt a, ezt a kicsit ilyen esélytelen, puzzle megoldós, ha nagyon muszáj, akkor menjünk bele egy fájba, mert tovább kell mennem érzést. Igen, azon gondolkozom, hogy, hogy mi a megoldás, vagy hogy tudok-e ellenérved, de az igazság, hogy, hogy, én is ezt éreztem, mert tehát, hogy attól, hogy több az ellenség, attól a Resident Evil nem lesz jobb, mert annyira nem jó a harcrendszer. Tehát pont attól jó, hogy van benne harc, Hogyha harc van, akkor tudod, hogy az kockázattal jár, mert kevés a riszorszod. Így van. A Tehát, így hogyha kapsz ennyire. sok riszorszot, hogy több legyen a harc, akkor veszít a súlyából az egész. Mm. Tehát, hogy szerintem kell a lövöldözés a Resident kál, be, kál. Csak pont úgy kell beosztani, hogy ne legyen sok, hogy mindig kockázatnak érsz, hogy bazdmeg, lőni kell, jó, be kell, oda kell figyeljek, meg különben nem lesz esélyem az, hogyha beraknak egy arénába, azt tartsuk meg az ilyen mercenaries ami tök jó, hogy van, akinek kell, az tudja. Igen, eltelni azt, eltelni azt tudja pengedni, pontosan, pontosan. Pontosan. A másik meg az, hogy... Mondom, de azt... bocsánat, valaki írja a cseten, lehet, hogy a hétben nagyon kevés volt, és ezzel akarták. El lehet, ellen, de mondom, ugyanaz, nem baj feltétlenül, csak nekem nem... Tehát a négy volt ennyire ilyen lövöldezős, Igen. ugye? Hát és meg ott meg sem működött annyira nagyon. Meg a hat. jó, hát a hat, igen. Csak mondjuk a hatban Csak a hatban már legalább lehetett mozogni, miközben lőttél. Igen. Az, az ötben a meg... zsiráfaló olyan az... hatnak, nem? Vagy Valahol nem ott körül, igen. Resident Evil De nem emlékszel, ne öt... hogy a Resident Evil akkor tudtál lőni, ha álltál. Jó, az 5-ről meg a 6-ról, nem. Na mindegy is. Úgyhogy... Úgy, nekem talán, talán én... ez, talán ez, hogy, 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 egy kicsit ilyen shooter heavy részek is voltak benne, de amúgy mondom, mondom, nekem rohadtul bejött. Nem, nekem is nagyon tetszett, és még, én még én inkább erre mennék rá, hogy, hogy... Persze nem vagyok a fejlesztők helyébe, meg majd a játékos bázis szavaz. Mm -hmm. Nyilván a pénztárcájával szavaztak is egyébként. borzasztó jól fogyott a játék. Igen, igen rettentő, sokat. rettentő sokat. Én inkább ezen bővítenék, hogy nekem tetszik ez a központi hub téma. Mm -hmm. Tetszik, hogy megtalad a fotót a madárról, meg a cigárról, és meg kell keresni, le kell vadászni, kapsz belőle húst, amiből tudsz kraftolni upgradeket. Nekem ez nagyon tetszik, én ezt bővíteném még pazzolökkel és legyenek meg a bosszoknál ezek a horror szekvenciák, az egyik legyen pszichés horror, a másik legyen gór horror, a harmadik legyen nem tudom milyen horror. Én valahogy így képzelném el ennek a jövőjét, hogyha kombinálni akarják a horrort, az akciót, meg az adventure-t, nem az akcióra kell rátenni egy lapáttal, inkább erre az exploration részre, de tudod, preferencia. Én így tudnám elképzelni, hogy még ebből többet, viszont hosszúságában szerintem nagyon teljesen jó volt a játék, tehát ez a 9-10-11-12 kinek mennyi óra szerintem ez oké, okay és... Uh -huh. Nekem valami 10 körül volt, a hiszem. Igen. Pedig a falut, azt, azt, azt kikékeztük. Ja, mi is. De egyébként azért ennyi, mert a, az inventory meg a menüt nem számolja a playtime-ba. Tehát, hogy valójában nem 10 órát streameltél, aha, hanem bőven többet. Többet, mert amikor megállítod, akkor azt nem sz... lehet, hogy a cinematikokat se, abban nem vagyok biztos. É, de valahol olvastam, hogy ezt nem számolja bele. Igen, nem tudom, beszélj már erről a két szót, mert már többen írták, hogy, hogy ez a kézlevágás sok mindenkinek illúzió romboló volt, hogy visszarakta a kezét. De megértették az emberek, hogy mi volt az? Ez nem nem. Hogy nem. nem, hogy nem volt realisztikus. A csávó abból a szmögyből hát, van baz meg, ami folyik ott a földön, csak igen. abból, a kabátja is abból van. Igen. Hát minden. szervettétek azt, hogy egyik jelenetről a másikra itt önnek be van kötve a keze. Amiről leharapták az újat. Szerintetek az a kötés, hogy lett rajta? Igen, Én... egyébként sokan kérdeztük, hogy lehet, hogy valamilyen nem gyógyul meg. Én ezt szerintem egy tök jó ö, magyarázat lehet az, hogy például, hogyha levágják a kezedet, vagy hát Ethan kezét, akkor nyilván azzal tisztában van, akkor bepánikol, Igen. akkor azt meg akarja gyógyítani azonnal, mert nincs menekvés, és akkor például nyilván ráveszi a testét, amivel nincs tisztában, hogy meggyógyítsa. De mondjuk, érted, hogy megsebzik a kezedet, akkor azt semmen Jó, jó, most ezt, ezt tudok vele tovább élni. Igen. Tehát hogy szerintem ezeket így meg lehet magyarázni, meg egyébként ezen kárkeresni a, a kötekvést. Szerintem, épp, de hát ezt beszéltük majd, pont jó, hogy így megmagyarázták a végén az összeset, ami mindenkinek Igen. feltűnt. És még a kis, szerintem még az Evelin is mondja az álom szekvenciában, szerintem van egy ilyen mondat, hogy, hogy nem tűnt föl, hogy ennyiszer megsérültél? Igen. És, és ez egy tökéletes kiszólás a játékosoknak, hogy nem vagyunk hülyék, hogy visszarakja a kezét, tehát nyilván nem véletlen volt. Igen. Igen. Úgy, ja, ez ilyen kör. És az is, érted, mert ugye más meg fel kell a kérdés, hogy akkor hogy halsz meg? Ki mondta, hogy meghalsz? <laughs> Igen. Ki mondta, hogy meg? Tehát, hogy így érted, mi a save game? Mit jelent a save Persze. game? Persze. Nyilván, érted, egy tehát, tehát dolog. a Dark souls is, tehát ott, ott is, ott is arra van szó, hogy minden egyes meghalt, amikor meghalsz, akkor tehát gyakorlatilag a Dark Souls-ban végül is majdnem permadeath van, mert Végül is. Egy ugyanolyan karakter tér vissza, a Bonfire-nél, aki újra kezdte az egészet egy másik ciklusba. De ez csak felfogás kérdése. Persze. Igen. Én nem kötöttem be a kezem de, 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 igen. De most nem értem, látom, hogy sokan írtak, nem szoktam a csettel foglalkozni, ezért mellett hogy, hogy itt a cinematikba kötötte be a kezét. Igen, én ezt tudom, csak sokan azt mondták, hogy az is ott termet rajta, mint hogy a a kezét. Az, hogy Azért nem értem, hogy miért írták ilyen sokan most, ilyen a Jó, hát nyilván ezek olyan pillanatok, ami sok embernek megmarad, ez a kézlevágás is ilyen ikonikus azoknak is, akik csak A Amúgy nagy meglepetés a volt, én befostam. Persze, én is. Tehát, hogy ezek jó dolgok, szerintem tök jól megmagyarázta a játék. Azt a részét, amit meg kellett, Nyilván lehet így is kötözködni, hogy megállja a helyét egy-két jelenet, vagy logikus -e. Ezen, erre tipikusan tök jók az internetes fórumok, ahol órákon keresztül tudsz vitatkozni emberek, hogy hát de nem lehet ott a kezét visszarakni, mert a sejtregeneráció nem így működ. Tehát, akkor... Várj egy kicsit, egy, egy, három méteres vámpírnő seggéből kimászik egy 15 méteres denevér kula, amit egy kastély tetején hogy meghaljon. És akkor most az a bajod, hogy visszaraktak el. Na erre vannak a fórumok az interneten, Pisti. Látod? Jó. Mindegy, hagyjuk. Hagyjuk. Úgyhogy így, én kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba viszik tovább. Amúgy a franchise-t, ugye a végével kaptunk uh, teaser-t erre, hogy aztán a jány ellenség lesz, vagy... Főhős, vagy én... főhős és ellenség, bár OP lenne valószínűleg. Nem tudom elképzelni főhősnek. úgyhogy Egy, egy olyan se. főhős, aki a és. is. Igen? Szerintem biztos, hogy hogy vagy őt fogjuk keresni, vagy megpróbálni megmenteni, vagy állam nem megyünk. Minden esetrem. Igen, kíváncsi leszek, hogy milyen irányt vesz a, a Resident Evil, kicsit félek, ha a tendenciát nézem, hogy a hétről milyen lett a nyolc, már belebuktak egy szerebe, a 4-5-6 sorozatnál, hogy egyre akciódúsabbá akarták A 4 még tenni. jó volt, és utána a, nagyon elment, és a 6 az már nagyon nem. Az már nagyon overkill volt. Én szerintem a 7-tel nagyon visszataláltak. A szerintem nyolc ezzel sem még, mentünk annyira a mellé. A 8 még szerintem ez teljesen oké okay volt. Uh, meglátjuk, hogy a fejlesztők mit akarnak a 9 sel És sajnálom, hogy nem indítottak egy új... új. Pontosan azért, amiért az Outlast egyébként annyira jó volt. Uh -huh. A kettő meg már annyira nem, szerintem, hmm. de tudom, hogy te se szeretted. Mit? <laughs> Mit lehetett abban szeretni? Mit lehetett abban szeretni, bazdok, hogy a sötétbe véve kell futni. Igen. És közben kötelezőbe fosni. Tehát, kötelező egy... befosni. Tehát hogy én szerintem erre az útra a hét rátalált, a nyolc az nem rontotta el úgy, mint hogy az Outlast 2 elrontott nem, az de egyhez hogy képest. Hogy te te. Egyáltalán nyilván össze lehet mérni. Kíváncsi vagyok, hogy... hogy hogy mi lesz a kilence. Aggódom, de várom, mert én a nyolc még nagyon jó. Én lesz, azért nem, nem aggódnék a helyedben, mert az alapreceptet azt, azt, fogja hozni. És akkor nem lesz nagyon nagy baj. Hidd el. És, és én meg azt várom még így pluszba, hogy a másik vonala a Resident evil folytatódik, mert a négy reméktől meg beszarok, a lesz. Igen. Mert az kurva jó lesz. Ha olyan remék lesz, mint ja, az Ja, egyébként elsőket. volt, aki kérdezte, hogy, hogy ugye hogy, hogy nem volt VR ebben a játékban mikor a, a hétben volt, erre két nagyon egyszerű magyarázat van. Az egyik az az, hogy a hétnél azért volt VR, mert a Sony adott rá pészt, Igen, hogy és, VR. és ugye limitált ideig, egy évig azt hiszem PlayStation VR exkluzív volt. Igen, és ugye bár, hát kettő, tudjuk, hogy lesz új PlayStation VR headset. Igen, és elég jó lesz. Lehet, hogy még lesz pénz a sony nál, a Resident Evil. Ezt nem tudjuk, erről nem olvastam líket, ez csak hmm. most hangosan gondolkodom. De hogy most azért nem volt, mert nyilván most nem volt fókusz a sony a PSVR annyira, mint a hét idején, uh -huh. de hát ha, ha lesz új PSVR, akkor ennek kapcsolatban még kaphat, bár a hétben azért úgy voltak fölépítve a lútok, -ok meg a egyéb dolgok, hogy ott látszott a tudatos kialakítás, de hogy ezért nem. Csak mert nálam például sokan kérdezték a nézők, hogy miért nincsen benne VR. Hát, mert akkor kaptak rá reszorszot, most meg, meg saját akkor... önerőből nem akarták. Meg, meg, meg a... mondjuk ahhoz a játékhoz jobban is illik a VR. Jobban illik, mert akkor meg volt a VR hype. Igen. Most már nincs annyira meg. Most ez a úristen, most ez, a, ez gyakorlatilag egy olyan cikk, hogy 5 k kijelzővel érkezik, és szélesebb látószöggel az új HTC Vive Pro, hogy így ö, mit tudom én, ö, új gyerekzáros önnyújt ki a BIC. <laughs> Amiben sokkal több ideig tart a gáz. És így oké. Okay úgy fölötte az emberek, mint az állat, kitérnek el, jó, király, szebb lesz, és mit Ez a baj. Akkor újra játszom azt az öt játékot, amit játszottam az utóbbi hat évben rajta, hát az szebb lett. Nem, szerintem itt, itt, megint a, a casual felhasználóknak lesz Igen. jobb A konzoljátékosoknak a következő PlayStation VR-ral, ugye nagyon limitálta az előző headsetet a kontroller, akár maga a PS kontrollere használtad, vagy a fagyival, nem tudom, minek hívjuk azokat. Én fagyinak hívom, de amúgy vagy a fagyival, de az új kontroller, ami már hasonlítani fog a... Oculus Ihan, kontrollere, igen. Vagy a, a, a Valve-nek, nem tudom milyen pontosan a kontrollere. O Oculus kontrollerre fog hasonlítani, ez egy gyűrűs téma lesz, igen. ahogy néztem. Tehát ez nagy előrelépés lehet. És nem kell külön szenzorapparátus a kontrollereknek, hanem azt hogy a headsettel fog kommunikálni. Úgyhogy az jó lehet, és valószínűleg én abban reménykedem, csak azoknak, akik a VR-t hiányolják, hogy hogy a Sony most majd egy másik játékra ugyanúgy fogadni adni büdzsét, hogy legyen egy triple konzoljáték, amivel el tudják adni a, hát az új headsetet. Tehát, te, te, te. ugye, lehetne új Silent Hill, ugye, és mi, mással lehetne jobban megmutatni azt, hogy mit tud az új PlayStation VR, de várjuk ki a végét. Úgyhogy várjuk az E3-at ezzel kapcsolatban. Így van, és... így van. minden, minden esetre, mondom, egyszónak is száz a vége, baromi jó lett a Resident Evil, szerintem én nagyon elvesztem. Nyilván megvannak a, az adott problémái, Perszem. és én meg is értem azt, hogy vannak, nekem, tehát hogy milyen, milyen, kinek mi a problémája vele. Nem tudom, én valahogy úgy elvesztem, meg úgy szeretem, tudod, hogy úgy nem, úgy, úgy nem szoktam csalódni a Resident Evil hmm. játékokba. Figyelj, azt szerintem nem mondhatja senki, hogy aki ezt a játékot megveszi, az, az, az nem azt kapta, amit esetleg várt. Ja, meg van benne tehát, replay value, benne igen. van a personalizmód, van benne lécsapó fénykard. Van már fénykard? A légycsapó. Tehát az, hogy valaki bazmeg, azért futkos a Dimitrescu kastélyba, hogy Lady Dimitrescu segít csapkodja a légycsapóval megállás nélkül. Akár ez a mindig meg és így... és természetesen megyom. lehet csapkodni, mint az állat. Igen. Úgyhogy van benne egy csomó feladat, a cucc, plusz fegyverek, mindenféle ilyen, ilyen extra cumó tényleg olyan szintig fel lehet fejleszteni a fegyvertárat a New Game hogy mindenki vansat. A Angry nak most jött ki a review -ja a village nem láttam. Nem. nem. Ő ugye csinálnak ilyen skiteket. Igen, tudom, tudom. Között, és úgy futa a, a Joe előre, hogy jaj, ne kapj el! Nem. Jaj, jaj! Ne kapj el! És igen. Zseniális, bocsánat, hogy el tudom képzelni, rengeteg ember így futam. A kislány elől, vagy a nagylány elől, jaj, igen. jaj, el ne Hát igen. Hát mindegy. Ez a tanulság, hogy internet ne kapjatok föl videójáték szereplőket, meg kiderül, hogy mellékszereplők. szereplők, és... Ja, és igazából... De jól csinálta a Capcom, hogy így jó. ki végül is. Jó, jó, abszolút jó.